Tisztelet, ünneplő gyülekezet! Mint ennek az örömünnepre összegyűlt közösségnek egykori tagja, az iskola növendéke és volt igazgatója, egészségi okokból távol maradó, de szellemi résztvevője, élek a felkínált alkalommal, hogy néhány szóban kifejezem a magam örömét is. Aggodalommal figyelte a község népe, immár néhány évtizede, hogy az egykori Buzon népére láttuk már iskolaépület, mikor kerül átépítésre vagy bővítésre. Hányszor benne volt az egykori rendszer terveiben egy 16 tantermes új iskolaépület létrehozása, de mindig más célra kerültek az erőforrások. Mikor ennek a központi iskolának a tantermei 5 épületben működtek, mi csak álmodozni tudtunk róla, hogy milyen jó lenne egy középiskolára méretezett épületben megszervezni az uzoni népoktatást. Az új idők változásai végül elhozták, hogy bővítésre kerüljön a sor. Ez most sikerrel befejeződött. Impozánsan áll az új épület, és hamarosan beköltözhetnek az osztályok. Hálások vagyunk az építőknek is, Uzon polgármesteri hivatalának és Szabó Margit igazgatónőnek, akik fáradhatatlan energiájával és kitartással fáradoztak, a megvalósítás ezernyi gondját felvállalták, a tanfelügyelőség segítségét felhasználták. Isten áldása legyen rajtuk! Ennek az iskolának az 1648 évi első bejegyzésétől sok nagy sikerű növendéke volt. Elég, ha csak Beke Györgyöt említem, aki Erdély nagyjai közé emelkedett, és sok írásában tisztelte meg tanítói, és aki írásaiban engem biztatott az uzoni iskola történetének megírására. Emlékezetes tanítványának tartjuk Szegő Zoltánt is, aki versben köszöntötte iskolánkat. Itt működött ebben az iskolában Uzon országos, jelenleg is itt működik, országos hírű Szabad Egyeteme, amely folytatta az iskolai nevelést. Mivel 2 hősöm is tanított ebben az iskolában, elismerésen fejezem ki az iskola mindenkori tanárai iránt, a lelki pásztorok iránt, akik a szellemi megerősödést szolgálták és szolgálják. Sok sikert kívánok a felújított iskolaépületbe, az oktató-nevelő munka minden területén. Isten áldását kérem a felújított iskolaépületre. Szép Rafi Károly, nyugdíjas tanár, volt iskolaigazgató.